Alulírott magyar építőművészek szükségesnek és óhajtandónak tartjuk, hogy egy oly kizárólag művészi egyesület alakítassék meg, amely egyedül a magyar építőművészet érdekeit lesz hivatva előmozdítani és képviselni. Részlet a Magyar Építőművészek Szövetségének alapszabályából, 1902-ből. A 19. század és a 20. század fordulója Magyarország történetének egyik legdinamikusabban fejlődő korszaka volt. Ez a gazdasági fellendülés erőteljesen hatott a művészeti életre is. Ekkor alakultak meg az első művészeti szervezetek, a hazai építészek pedig egyre nagyobb szerephez jutottak a növekvő számú megrendeléseknek köszönhetően. A Magyar Mérnök és Építész Egylet azonban már nem volt képes maradéktalanul ellátni az építészek érdekképviseletét. Mind sürgetőbbé vált egy önálló, kizárólag építészeket tömörítő szervezet létrehozása. Erre végül is 1902. júniusában került sor. Ekkor alapította meg a Magyar Építőművészek Szövetségét 23 társával a magyar szecessziós stílus alakító mestere Lechner Ödön. A Magyar Építőművészek Szövetsége 1902-ben egy olyan időszakban jött létre, amikor Közép-Európában egy meghatározó hatalom volt a osztrák-magyar monarchia. Ez egy olyan egységes építészeti arculatot jelentett, ami a Felvidéktől egészen Fiuméig, a burgenlandi résztől Erdélyig egy nagyon egységes építészeti képet fest a mai napig is. Olyan elnököket tudtak állítani, mint Hausmann Alajos vagy Pett Samu. A szövetség indítása az egy nagyon erős építészeti akarat egységben testesült meg. A mai napig ezzel az építészeti erővel nem nagyon tudunk mit kezdeni. A mai kornak egy jelentős kérdése, hogy milyen programmal tudjuk a jövő számára ezeket megőrizni. A szövetség alapító tagjai között a korszak ismert építészei találhatók, így például Komor Marcell és Jakab Dezső, vagy a bérház építéseik során elválaszthatatlan építészpáros Bálint Zoltán és Jámbor Lajos. A szecesszió képviselői elhatárolódtak az eklektikától és a historizáló építészettől, a szecessziót nemzeti stílusként fogták fel. Tömörülésük tehát a szecesszió szó eredeti értelmében egyfajta különállásnak is tekinthető. A mész megalakulását mind a sajtó, mind a közvélemény részéről felfokozott érdeklődés fogadta. Igen nagy reményeket fűztek a tevékenységéhez. Már a kezdetektől a célok pontos meghatározására volt szükség, mind az építészek érdekvédelme, mind pedig az építészeti nevelés terén. Utóbbi egyet jelentett az építészet beemelésével a kulturális vérkeringésbe.